És a vonalban, mármint a Skype vonalban dr. Szlávik János, infektológus, szakorvos, főorvos a Dél-Pesti Centrum Kórházból. Jó estét kívánok, főorvos úr! Hát nagyon régen találkoztunk, legalábbis így élő adásban, és amikor legutoljára elbúcsúztam öntől, akkor azt mondtam, hogy remélem, hogy Covid ügyben nem fogunk találkozni, és csak akkor fogom hívni, amikor baj van. Most úgy gondolom, hogy baj van. Először az ön szemével, hogyha már mi nem mehetünk be, vezessen körbe bennünket a kórházban, az osztályán, a Covid osztályán. Hányan vannak benn, hányan vannak súlyos állapotban, és hányan vannak válságos állapotban? Jó estét kívánok, jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Sokan vannak, de a koronavírus osztály azért nem telített. Ez nem mondható el az intenzív osztályról, ahol gyakorlatilag szinte folyamatosan 100%-on pörög a munka. Sajnos nagyon sok olyan oltatlan van, aki intenzív osztályra kerül, nagyon sok olyan fertőzött van, aki az oltás ellenére is bekerül, de ők elsősorban az infektológiai osztályra kerülnek be, és nagyon gyakran ők meggyógyulnak. Úgyhogy a statisztikát az én kórházam is hozza, és ez nem változott. De nem tudjuk pontosan a statisztikát, főorvos úr, és ezért örülnék, hogyha mondaná konkrét számokat. Tehát mit jelent a nagyon sok az egyik oldalon, meg a másik oldalon? Tehát az ön kórházában főleg az intenzív osztály érdekel, hányan vannak súlyos vagy válságos állapotban azok közül, akik már kaptak oltást, egy, kettő vagy három oltást? Az intenzív osztályokra abszolút jellemző, hogy a járványnak ebben a szakaszában kb. 80-90% az oltatlanoknak az aránya. A kórházi fekvőbeteg osztályoknál sokkal árnyaltabb képet mutatnak, hiszen akkor is koronavírus osztályra küldik az illetőt, hanem a koronavírus okozza a betegségét. Világos. Tehát ezek a statisztikák eléggé ferdítenek, úgyhogy ezek túl sokat nem mondanának a betegek állapotáról. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Magyarország sem különbözik a más hasonlóképpen beoltott országoktól, tehát nálunk is igazából az oltatlanok vannak nagy veszélyben. Tehát 80-90%-ban az intenzív osztályon oltatlanok vannak, ezt ki lehet jelenteni, ezt mondta, ugye? Ezt ki lehet jelenteni, természetesen én sem tudom pontosan a számokat, de nálunk így van, hiszen tudnunk kell az, hogy az oltottak között is lehetnek nagyon idős emberek, olyan emberek, akiknek nagyon sok egyéb súlyos betegségük van, ahol óhatatlan az azért, hogy a koronavírus náluk súlyos betegséget okoz. Ráadásul egyre többet beszélünk arról, hogy a védettség idővel csökken. És éppen ezért próbáljuk a harmadik oltásra buzdítani az embereket, hogy akinél 4-6 hónap eltelt már a gyógyulás vagy a második oltás óta, újra oltassa magát, hiszen a védettség körülbelül 4 hónap múlva elkezd csökkenni, a 6. hónapnál már jelentősen csökken, és ez csak egy újraoltással lehet növelni. Bocsánat, hogy a számokon lovagolok, hamarosan abba hagyom, de szerintem fontos, és mindenkit érdekel. Tehát 80-90% az intenzív osztályon lévőknek oltatlan. A maradék 20 vagy 10-20% közül hányan vannak, akik egy oltást kaptak, két oltást kaptak és három oltást? Egyáltalán a három oltást kapottak aránya az elenyésző, azt ki lehet jelenteni? Ugye én ezt nem tudom innen most megmondani, hiszen nem az intenzív osztályt vezetem, de természetesen az orvosi dokumentációban szerepel, hogy az illető hány oltást és mikor kapott, ezeket össze lehet gyűjteni. Ugye lehet azt mondani, hogy dühöng a járvány, és javítson ki, hogyha túlzóan fogalmazok. Ön szerint mi az oka annak, hogy Magyarország megint ott van az élbolyban a megbetegedések, meg az elhunytak számát, illetően legalábbis létszámarányosan mondom most ezeket a számokat, most nem tudom, hogy elsők vagyunk-e, vagy harmadikak, de mindenképpen a világ statisztika szempontjából az elején vagyunk. Mi lehet nehéz erre, mit mondani, de egész Európára jellemző, tehát nem csak Magyarországra, hanem sajnos a többi kelet-európai országra, Bulgáriára, Romániára, sőt Németországra, Hollandiára, Belgiumra. Nyilvánvalóan az egyik a dolgoknak csak egy része az átoltottság, hiszen azért Magyarország ezzel a 66%-os átoltottsággal azért az európai átlag alatt van. De egészen biztos szerepet játszanak a különböző egészségpolitikai döntések, a lezárások, a maszk használat, a távolságtartás, a védelmi kártyának a használata és elfogadása. Ez egy rendkívül komplex dolog. De tény tehát az, a védelmi kártyának a nem használata és a maszk használatnak a késői bevezetésére gondol, így van? Én arra gondolok, hogy különböző intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy ezt a járványt valamennyire le tudjuk törni, és látható, hogy nem ússzuk meg például bizonyos helyeken a maszk használat nélkül, és még az is elképzelhető, hogy a következő időszakban még további intézkedéseket kell hozni, hiszen a szennyvízben
az ország nagy részén lassan is, de emelkedik a koncentráció, ami azt mutatja, hogy a következő két hétben ne számítsunk arra, hogy a helyzet különösebben javulni fog. Ugye élő kérdés, mi is föltettük most itt a műsorban, meg korábban is föltettük már, hogy egy mit gondol a kötelező oltásról, ugye Ausztriába bevezetik, tehát az osztrákok kezdenek barátkozni a gondolattal, de szó van Csehországról, Horvátországban is hallottam, hogy vannak hasonló gondolatok. Mit gondol erről? B. Mit gondol arról, hogy az oltatlanokat úgymond karanténba vágják, mint ahogy az osztrákok teszik most, hogy ki nem léphetnek ki az otthonaikból? Ugye az oltási hajlandóságot különböző módokon lehet növelni. Ennek ugye a legsúlyosabb változata a kötelező oltás. Magyarországon bőven van még lehetőség arra, hogy ezt a hajlandóságot növeljük. Úgy tűnik, hogy legalábbis az én kórházamból kiindulva, hogy ez a bizonyos oltási hét, amikor előzetes regisztráció nélkül lehet oltásokat fölvenni, ez erősen meg fogja növelni az oltásoknak a számát. Én azt szoktam mondani, hogy nincs későn vagy feleslegesen beadott védőoltás. Tehát ha valaki ma úgy dönt, hogy holnap beoltatja magát, azzal mindenképpen segít saját magán és a környezetén. Tehát nem időszerű még a kötelező oltás bevezetése, ezt szűrtem le a szavaiból, így van? Kötelező oltásokat olyan betegségek ellen kell bevezetni, amelyeket el lehet törölni a földszínéről. Gondoljunk csak a fekete himlőre, amit sikerült eltüntetni, vagy akár a gyermekbénulásra, amit néhány háborús övezettől eltekintve lassan most már el lehetne törölni a földről. A koronavírus nem ilyen. Ez egy folyamatosan jelenlévő, változó megbetegedés, ami ellen nagyon nehéz lenne a kötelező védőoltásokkal harcolni. Kérdeztem azt is, hogy mit gondol arról az osztrák bevezetésről, intézkedésről, hogy az oltatlanok nem léphetnek ki otthonról, vagy illetve nagyon nyomós indokkal léphetnek ki, például a munkavégzésre kiengedik őket. Ugye ezek nagyon szigorú intézkedések, és elég erősen korlátozzák azokat, akik nem oltatják be magukat. Még jó néhány lépés van szerintem hazánkban ahhoz, hogy eddig eljussunk. Egész egyszerűen nagyon nehéz meggyőzni azokat, akik nem oltatják be magukat. Az oltás ellenesek, vagy a koronavírus oltás ellenesek felét például szerintem lehetetlen meggyőzni. Ők olyan oldalakat olvasnak, olyan eszméket hisznek, amelyek miatt ők úgy gondolják, hogy soha, de soha nem fogják magukat beoltani. Az oltási hét viszont a másik 50%-nak szól, akik eddig valamilyen egyéb oknál nehéz hozzáférés, az ország olyan helyén laktak, nem akarták magukat hivatalosan regisztrálni. Na őket szerintem lehet meggyőzni, és én úgy gondolom, hogy a jövő héten az ő irányukban ez az oltási hét fog eredményeket felmutatni. Szerintem nagyon sokan érdeklődnek azután, és nem tudják a pontos választ, hogy azok, akik átestek, tehát átvészelték a betegséget, mondjuk a közelmúltban, mint például én egy hónappal ezelőtt, vagy több mint egy hónappal ezelőtt, azok mikor kapják meg a következő oltást, a harmadik oltást? Menjenek most, vagy várjanak fél évet? Rengeteget tanulunk folyamatosan a koronavírusról. A járvány elején én is infektológusként úgy gondoltam, hogy ha valaki átesik egy fertőző betegségen, akkor legalább 9 vagy 12 hónapig védett az ellen, hogy ő újra fertőződjön. Ma mint az influenzánál. Így, de megtudtuk, ez nem így van. Az influenzánál ugye évente kell az oltásokat felvenni, a koronavírusnál pedig úgy tűnik, hogy 4-6 hónap múlva az is, aki átesett a betegségen, és az is, aki megkapta az alapoltásokat, fel kell, hogy frissítse az immunrendszerét. Ráadásul itt nem frissítésről van szó, hanem nagyon komoly megerősítésről. Tehát aki egy ilyen harmadik oltást felvesz, vagy a betegség után oltatja magát, neki sokszorosa lesz a védelem a korábbiaknak. Tehát úgy tűnik, hogy erre a harmadik oltásra fiatalnak, idősnek, betegnek, mindenkinek szüksége van. Tehát ezt mutatja a tudomány, tehát ez igazolódott. Tehát annak is szüksége van, aki a közelmúltban átesett a betegségen, az is kezdjen el azon gondolkodni, hogy fölvegye a harmadik oltást. Aki 4-6 hónappal korábban 4-6. Átesett a betegségen, ezen mindenképpen gondolkodjon el. Igazából úgy tűnik, hogy nem csak azért, mert csökken a védettség, hanem mert újabb variánsok jönnek. Tehát ezek a variánsok egyelőre a védőoltásokkal szemben még érzékenyek, de senki nem tudja, mi fog történni a következő időszakban. Rendkívül izgalmas dolog az, amit Japánban látunk, gyakorlatilag eltűnik a delta variáns. Ez felveti a kérdést, hogy a SARS-1 járványban 2003-2004-ben hogy tűnhetett el
a koronavírus egyik hónapról a másikra. Rendkívül szimpatikus teória lenne, hogyha ez a koronavírus egyszer csak saját magát pusztítaná el egy mutáció folytán és eltűnne a földszínen. Ön látott korábban, vagy egyáltalán hallott-e már korábban olyan betegségről, aminél ilyen sűrűn kell megkapni az oltásokat? Tehát most gyakorlatilag egy éven belül már a harmadik oltáson gondolkodunk, egyáltalán elő kell-e készíteni a negyedik oltást? Van-e hasonló? Hát van róla szó. Tehát van róla szó, hogy az influenzát évente kell újraoltanunk, de ennél sűrűbb oltást azért még eddig nem hallottam. De hát úgy tűnik, hogy nem sokára szóba kerülhet a negyedik oltás. Néhány országban ez már napirenden van. Elképzelhető, hogy 6-8 havonta újra és újra kell oltani magát az emberiségnek. De ne felejtsük el, ez azért van, mert a földgolyó nem egyenletes az oltásoknak az eloszlása. És ott, ahol jelenleg is nagyobb járvány van, és nincs oltás, például Afrikában, vagy Ázsia egyes részein, olyan mutánsok jelenhetnek meg, amelyek a jól átoltott országokra is veszélyt jelentenek. Tehát egy rendkívül fontos dolog az, hogy a védőoltásokat eljuttassuk a szegény országokban élőkhöz, mert addig, amíg ezek az országok nem kapják meg a megfelelő mennyiségű vakcinát, addig a fejlett országok nem lesznek túl a járványon. Abban segítsen most azokat a honfitársainkat, azokat az embereket, akik otthon vannak, betegek, tehát még egyelőre nincsenek olyan súlyos állapotban, hogy kórházba kellene menniük, azok milyen gyógyszereket vegyenek, vagy milyen gyógyszereket szerezzenek be. Ugye sokáig szó volt a favipiravirról, ki tudtam nagy nehezen mondani, amiről most már sok cikk van, hogy gyakorlatilag semmit nem ér. Mik azok a gyógyszerek, amiket ilyenkor be kell venni az embereknek? Ugye jelenleg a favipiravir áll rendelkezésünkre, a betegség tüneteitől kezdve az első 5 napon lehet ezzel próbálkozni, de valóban... Van értelme? Van értelme, mert akinél hatékony, tényleg 1-2 nap alatt szinte elfújja a betegséget. De ma már vannak olyan korszerű gyógyszerek, amelyek talán idén, de legkésőbb a jövő év elején Magyarországra is el fognak jutni. 2 olyan gyógyszer, ami valóban hatékony a koronavírus fertőzés ellen. Az egyik 50%-ban, a másik pedig 89%-ban akadályozza azt meg, hogy az illető a betegség kezdetétől fogva kórházba kerüljön, intenzív osztályra kerüljön, vagy meghaljon. A jó hír, hogy mindkét gyógyszert alkalmazva rizikócsoportba tartozó embereknél, időseknél, szívbetegeknél, elhízottaknál, daganatos betegségeknél, a gyógyszert kapó csoportban nem történt halálos kimenetel, ami egy fantasztikus dolog. A placebóval kezelt csoportban azért volt ilyen. Tehát végre lesz a kezünkben a koronavírus ellen egy igazán hatékony gyógyszer. Tehát ez egy új típusú vírus ellenes szer, jól értem, ugye? Ez hasonló a C-típusú mággyulladás és a HIV-AIDS betegség ellen használt gyógyszerekhez, tehát egy ilyen proteáz inhibitor, RNS polimeráz gátló, ezek jól ismert gyógyszerek voltak, de ezek már konkrétan a koronavírus ellen vannak kifejlesztve. Mit gondol az antitestterápiáról? Ugye erről is lehet mostanában olvasni, hogy lehet az is egy új irány a gyógyításban. Szintén jó hír, hogy hasonlóan a rizikócsoportba tartozó embereknek, ha még nincsenek olyan súlyos állapotban, hogy kórházba kerüljenek, nem kell nekik oxigénterápia, nem kell nekik vírusellenes terápia intravénásan, náluk lehet alkalmazni egy órás infúziós antitestterápiát, ami valóban megakadályozza, hogy kórházba kerüljenek. A hazai tapasztalatok alapján olyan 90-95%-ban elérjük ezzel a kezeléssel azt, hogy ezek az egyébként nagyon nagy veszélyben lévő emberek ne kerüljenek kórházba, ne kerüljenek intenzív osztályra, és ne halljanak meg. Újabb és újabb készítmények kerülnek forgalomba. Magyarországon jelenleg 2-3 ilyen készítmény van, de folyamatosan érkeznek az újabbak, és már olyan is van köztük, amelyeket prevenciós céllal be lehet adni, és ezt követően majdnem fél évig keringenek az emberi szervezetben, és megakadályozzák a koronavírus súlyos formáját. De lehet, hogy akkor ez irányba fog elmenni a tudomány, hiszen úgy látjuk, hogy ez az oltással egyre sűrűbben, egyre gyorsabban kell kapnunk az oltásokat ahhoz, hogy védettek maradjunk. Lehet, hogy gyógyítani kell a betegséget, és nem oltásokkal megelőzni? Lehet, hogy ez lesz az új irány? Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb megelőzni a koronavírus fertőzést, hiszen még az enyhe koronavírus fertőzésnek is lehetnek hosszú távú tünetei. Nem, a kutatásokban olyan fejlesztések vannak már, amelyek a védőoltásokat például valamennyi mutáns ellen is hatékonynak fogják előállítani. Tehát nem kell aggódnunk, nem sokára lesznek olyan védőoltások,
oltások, amelyeket nem kell majd újra és újra beadni. Lesznek spray formájában bejuttatható kezelések, lesznek tabletta formájában védelmet adó módszerek, úgyhogy már csak néhány hónap vagy legkésőbb fél egy év és az emberiség túl lesz azon, hogy ne tudja megakadályozni a nagyobb járvány kialakulását. Hangsúlyozom, addig is nagyon kell vigyáznunk a fejlődő világra. Főorvos úr, köszönöm szépen a nyilatkozatot, letelt az időnk, biztos lehetne még rengeteget kérdezni, de figyeljük a fejleményeket, és hogyha olyan esemény történik, akkor mindenképpen kapcsoljuk majd újra önt. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt, minden jót, viszontlátásra. A viszontlátásra. Tiszteletem.